megvan a Final Four-ba jutás, gratulálunk, azért ez egy kőkemény mérkőzés volt, erre számítottál? Abszolút, abszolút. Biztos voltam benne, hogy nem lesz az a nagyon nagy különbség, ami volt az első mérkőzésen. Az nem volt az igazi arca a Budućnosnak. És hozzáteszem, hogy a mai főleg támadásban pedig nem a mi arcunk volt. Tudunk ennél sokkal jobban játszani, és biztos voltam benne, hogy egy nagyon kemény hajtós mérkőzés lesz. 2-3 gól, ez is lett. Nem azért, mert ennyire okos vagyok, hanem mert ismerem a saját csapatomat, és tudom, hogy a Budućnost hogy tud küzdeni. Ma bebizonyították, úgyhogy én összességében azért nagyon-nagyon büszke vagyok a lányokra, a csapatra. Bejutottunk a Final Four-ba, úgyhogy szeretnénk folytatni a hagyományainkat, és nagyon-nagyon jól szerepelni ott. Botor kérdés, az biztos, hogy az Audietto mellett a Brest már ott van, a másik két csapat még kivéte még nem tudni. Van-e tipped esetleg, vagy ki az, akivel szeretnél találkozni a Final Four-ban? Hát kívánság nyilván nincs. Én azt gondolom, bárki jön, mi oda szeretnénk érni. Az első helyre nekünk mindenkit le kell győzni, ha szerencsénk van, ha nincs szerencsénk, de én nem gondolnám, hogy egy Final Four-ba a szerencse kell, hogy domináljon. Aki jön, azt meg kell vernünk.